Az időjárás miatt nem szállt fel Pogányból a tiszteletükre szánt hőlégballon. Új állatok és kifutók. 2015 tavaszára megújul a pécsi zoo. Aradtak a baranyai szakmunkás tanulók. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják, április 28-án hétfőn. Tartsanak velünk! Vasárnap 10 órakor két hőlégballon tervezett felemelkedni a levegőbe Oszori Dénes és Notaisz Antal. 23. János pápa és 2. János Pál pápa szentélyavatási ceremóniájával egy időben történt volna az esemény. A kezdeményező Notaisz Antal az 1991-es pápai miseoltár építményének tetősátor készítője, és Oszori Dénes az egykori oltárépítmény tervezője volt. Éppen a hőlégballon ernyőjét fújják fel vasárnap délelőtt a Pogányi reptéren, abból az alkalomból, hogy a Vatikánban azonos időben kezdődik 23. János pápa és 2. János Pál pápa szentélyavatási ceremóniája. Egy két és egy ötszemélyes kosárra rendelkező ballont engednének a magasba a kezdeményezők. A szélirány rendben volt, az erőssége viszont kevésbé volt biztató. Az irány az maradt 90 fokról 100 fokra ment, tehát keleti a szél, az nekünk nagyon jó, mert az irány az... De maradjunk még az egykori oltársátornál, mely hasonló anyagból készült a mester kivitelezésében. Annyi volt ettől az eltérés, hogy a sátor belül egy alumínium gőzölést kapott, ezért ezüstös volt, kívül pedig kék. És erre nézett egyébként, a hátulja volt az oltárnak a mecsek felé. Tehát körülbelül ezen a helyen is voltunk akkor. Így emlékezik vissza Notaisz Antal a 91-es pápai oltársátorra. Most azonban Oszoli Dénessel készülnek felszállni az ötszemélyessel, amelyben Oszoli két fia és a kapitány is helyet foglal a tervek szerint. Gondolom, hogy minden rendben lesz, hiszen szakemberek irányítják a hőlégballont. Ehhez tapasztalat és megfelelő felkészültség kell. Én bízok mindig a szakemberekbe. Notaisz Antal unokája Krisztián is készült a szentélyavatási tiszteletadásra, szakszofonjával a pápai himnuszt adta elő. Az ötlet kiváló, a kezdeményezés nemes, azonban az időjárás, a légköri viszonyok a repülést nem tették lehetővé, még a délután folyamán sem. A szervező páros egy későbbi időpontban kedvező szélviszonyok mellett szándékozik ugyanebből az alkalomból a magasba repülni. Május 5-én kezdődnek az állatkert kivitelezési munkálatai. A hosszú hétvégén színes programokkal búcsúzik a zoo, azonban csak egy évre zár be a park. 2015 tavaszán új állatokkal, kifutókkal várja egy helyen az állatkert és akvárium-terrárium a látogatókat. Egy varánusszal a kezében beszélt a kezdődő kivitelezésről Nagy Csaba. Az alpolgármester elmondta, már elkezdték építeni az állatok ideiglenes szállását, ugyanis a lakók az egész beruházás alatt a területen maradnak majd. Lényegi változás pedig, hogy felköltözik a mecsek oldalba az akvárium-terrárium is, így 2015 tavaszán egy helyen fogadják majd a látogatókat. Mindenképpen úgy számolunk, hogy mivel a Janus Pannonius Múzeumnak is egy funkciója fölkerül az állatkertbe, hogy nő jelentősen az állatkert látogató a száma. Véleményünk szerint, hogyha nagyon jól tudjuk ezt az egész ügymenetet végigvinni, maga a fejlesztés jól sikerül, és meg fogják szeretni az emberek, akkor közel 200 ezer látogatóra számítunk évente. Így fog kinézni a mecseki ökoturisztikai élménypark. A több mint 1 milliárdos beruházásnak köszönhetően, ami 100%-ban támogatott, biztosította válik Pécs város vízbázisának védelme is. A nagyjából egy éves kivitelezési időtartamban a legnagyobb munka kivitelezési szempontból az a fogadóépületnek a megépítése, tehát a konkrét állathelyeknek a kialakítása. És az hónapokban, mérhető 2-3 hónapban, és ahogy Szatyor Miklós igazgató úr is mondta, ahogy elkészül egy állatnak a végleges állatháza kifutója, akkor oda már az állatok át fognak kerülni. Értelemszerűen azonban a terület majd csak akkor lesz látogatható a vendégek által, amikor már elkészül az összes projektelem. A beruházás megkezdése előtt a hosszú hétvégén búcsú bulit tartozó, ezzel szeretnék emlékezetessé tenni a gyerekeknek az átépítés előtti utolsó találkozást a lakókkal.
Több mint 1000 doboz szerb eredetű cigarettát foglaltak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei egy Pécs környéki családi házban. A ház területén összesen 1070 doboz magyar adójegy nélküli cigarettát találtak a pénzügyőrök, melyeket az ellenőrzött személy a szegedi piacon vásárolt eladási céllal. Elmondta, hogy 2 karton cigarettát a NAV ellenőrzését megelőzően már értékesített is a pécsi vásárban. A közel 1 millió forint értékű dohánygyártmányt a pénzügyőrök lefoglalták. Orrgazdaság bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt feljelentést tettek a NAV pénzügyi nyomozóinál, valamint a dohánytörvény megsértése miatt is eljárás indul ellene. Közösségi vállalkozást indítottak megváltozott munkaképességűek. A vállalkozás mintegy 100 millió forintos Európai Uniós támogatással valósult meg Pécsett, közölte a projektet megvalósító komplex foglalkoztatással és rehabilitációval foglalkozó Retextil Alapítvány. A 18 megváltozott munkaképességű ember több pilléren álló közösségi vállalkozást indított, és olyan szakmai képzést kapott, amely elengedhetetlen az általuk létrehozott szociális szövetkezet működtetéséhez. A közlemény szerint a képzés abban segíti őket, hogy az új közös vállalkozás során felvetődő adminisztratív, stratégiai, üzleti feladatokat önállóan is menedzselni tudják. 10. alkalommal rendezik meg az álláskereséssel, karriertervezéssel foglalkozó programot a Pécsi Tudományegyetemen. A bőrze résztvevői egy helyen egy időben 30 kiállító állás kínálatai közül válogathatnak, ugyanakkor megismerkedhetnek a különböző cégek, szervezetek gyakornoki lehetőségeivel, ösztöndíj programjaival. A résztvevők első kézből kapnak segítséget személyes céljaik átgondolásához, információkat az önéletrajz megírásától egészen egy állásinterjún való megfelelő szereplésig. A kétnapos rendezvény május 5-6-án várja az érdeklődőket. A témában mai vendégünk Kalapos Judit, az egyetem köziroda vezetője. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Ez a program, ez a kétnapos május 5-6-ai állásbőrze karriernap, ez mi minden nyújt a fiataloknak azon kívül, hogy végigjáratják a standokat, találkoznak a szórólapokkal, érdeklődhetnek, ezen is színesebb lesz és érdekfeszítőbb. Igen, reméljük. A május 6-ai nap igazából az állásbőrz, amikor a standos kiállítás zajlik, és a május 5-ei karriernap az, ami kicsit erre felkészíti a résztvevőket, az érdeklődőket, hogy mire számíthatnak másnap, és hogy már felkészítve önéletrajzzal tudjanak megérkezni a keddi napra. Emellett igazából mi hiszünk a személyes történetekben, a személyes találkozásokban, ezért a kedd késő délutáni esti programban olyan embereket hívtunk meg, akik úgy gondoljuk, hogy sikeresen tudták összeegyeztetni például a családjukat, családi életüket, a magánéletüket a karrierjükkel, vagy a másik témánk a sport és a karrier, a harmadik pedig a zene és a karrier. Úgy kell elképzelni, előadások lesznek, meghívott vendégek, előadók, milyen lesz ez a program, ismeretterjesztés is egyben gondolom. Így van. Hát a hétfő este az moderált beszélgetések formájában zajlik, Harkai és Kottász Gergely, az egyetemünk munkatársai fogják ezeket a beszélgetéseket levezetni, és emellett pedig egyéni tanácsadásokra is tudnak regisztrálni a résztvevők, ami azt jelenti, hogy abban a 20 perc fél órában csak a tanácsadó és ő vesz részt ebben a programban, tehát teljesen személyre szabottan tudják a problémáját megbeszélni. Lehet azt már most tudni, hogy hányféle állásból, akár csak darabszámra, hányféle fajtát tudnak ajánlani? Hát erre még, ezt még nem számoltuk össze, de ugye 31 kiállítónk van, és ez azt jelenti, minden évben több száz állásajánlat jelenik meg, már csak azért is, mert a kiállítók között vannak olyan cégek, szervezetek, akik állásközvetítéssel foglalkoznak, tehát a rajtuk keresztül több száz állás megfordul. Esetleg azt lehet tudni, hogy kínálat szempontjából melyek a legtágabb körök, melyek a legnépszerűbb álláskínálatok? Hát, mint a munkaerőpiac, általában így a műszaki terület az, ami elég erős, emellett gazdasági területen, de a bölcsészeknek is tudunk ösztöndíj programokat is, illetve főleg a nyelvet beszélő fiataloknak biztosan találnak lehetőséget. Jó optimistának lenni, de azért hát ennek az ellentéte a pesszimizmus. Melyek azok a területek, ahol esetleg a legkevésbé számíthatnak munkára a fiatalok? Hát talán a pedagógus végzettséggel, bár készültünk egy országos tanári állásadatbázissal is, ezt minden évben a Miskolc és az ELTE karrierirodájával állítjuk össze, de talán nekik van kevesebb lehetőség.
Ezen a kétnapos programon lesz még egy valami játékszerűség is, ahol úgy tudom, hogy belépő jegyet lehet szerezni bizonyos könyvhöz, előadóhoz. Mi, hogy van ez? Beszéljünk erről is egy kicsit. Hát minden résztvevő kap egy ingyenesen egy karriertervezéssel foglalkozó kiadványt, tehát ez mindenkinek jár. A játék pedig arról szól, hogy ha valaki legalább 3 programelemen részt vesz, akkor kap egy karszalagot, amit kedd este 6 órakor tud beváltani a Tudásközpontban Kőhalmi Zoltán stand-up estjére. Arról az iroda az elmúlt éve során készítette valamilyen kis statisztikát, hogy az állásbőrzék karriernapok kapcsán mennyire sikerült a fiataloknak állást találni. Tehát azért nem rögtön jön össze mindenkinek itt sem, de mondjuk milyen arányban, mondjuk csak úgy százalékban körülbelül, mennyire sikeresek úgymond ezek az állásbőrzék. Hát erre sajnos nincsen visszajelzésünk, mert valójában nem nagyon érjük már el a hallgatókat, és ha meg is próbáljuk őket után követni, akkor is elég kevés a visszajelzés arra vonatkozóan, hogy konkrétan az állásbőrzén szerzette állást. Alapvetően én azt gondolom, hogy amellett, hogy ez is célja, hogy valaki állást találjon, arra is nagyon jó, hogy egyáltalán körbenéz, szembesül azzal, hogy mi várható a munkaerőpiacon. Ha nem végzős, akkor még van arra lehetősége, hogy látja, hogy mondjuk egy angol nyelvtudás nagyon jól jönne még amellé, a végzettsége mellé, ami vár rá mondjuk 2-3 év múlva. Mellette pedig részt ezeken a felkészítő programokon, ami azért fontos, mert amellett, hogy kap egy diplomát, fog tudni önéletrajzot írni, nem ijed meg egy állásinterjútól. Tehát maguk a felkészítő programok, amik ebben még fontosak. Egy évben hányszor van ilyen állásbőrző lehetőség? Egyszer szervezünk minden évben. Tehát mindig így tavasszal. Így van. Uh-huh. Na, január környékén nem szokott lenni, december-január környékén, vagy az valami más esetleg? Hát a munkaügyi központ szervez még egy ilyen előrelátó kiállítást, úgyhogy lehet, hogy arra gondol. Igen. Nem baj, akkor ez már kettőnek számít, de az egyetem részéről. Ugye a közi iroda az a központi hallgatói szolgáltató iroda, ha valaki nem tudná még esetleg. Köszönöm szépen, hogy befáradt ide a stúdióba, és akkor jövő héten, május 5-én, 6-án, pontosan melyik az egyetem melyik részén, a megszokott bőrze részen? A Tudásközpontban. Igen, mind a két akkor szinten. Vigyázzunk a Tudásközpontban, nem az egyetemben lesz ez a bőrze. Köszönöm szépen Kalapos Judit, irodavezető, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm. Arattak a baranyai szakmunkás tanulók a budapesti szakma kiváló tanulója versenyen. Az országos megméretetésen az elsőtől a 7-ig több helyezést is elértek. Köztük a női szabónak készülő Zeininger Enikő, aki az élen végzett szakmájában az országos versenyen. Női szabónak készül Zeininger Enikő éppen ruhát varra a Pécsi 500-es számú Angster József szakképzőiskola tanműhelyében. Ez egy női egyberészes ruha lesz. Ez most éppen a háta. Enikő első lett a szakma kiváló tanulója országos versenyen, április közepén Budapesten. Ezt a blézert is ott kellett megvarnia a kapott anyagból. Azt mondja, meg tud majd élni ebből a szakmából. Annak ellenére, hogy ma már hatalmas gyárakban állítják elő a ruhaipar konfekció termékeit. Jól kell elhelyezkedni, de azért vannak lehetőségek, tehát mindenféle ruhaszalomba el lehet menni, akár mennyasszonyi ruhaszalomba, de tovább is lehet tanulni, és akkor akár lehet divattervezőnek, ilyesmik. A siker nem csak a gyakorlati oktatáson múlt, mondja az oktatója. Nagyon fontos, hogy az elméleti tanárral összedolgozunk. Ropoly Judit volt a felkészítő tanára, és az első körben ugye az, hogy a szakrajz sikeresen meglegyen, ebbe ő neki nagy szerepe volt, a többi a gyakorlati része azért rám hárult. Sorozatban ez már az 5. első helyezettjük, mondja Rap Józsefné, de volt már 2., 3. és 5. tanulójuk is az országos szakmai versenyen. A most élen végzett Zeininger Enikő megkapta a szakmunkás bizonyítványát az elért eredmény elismeréseképpen. Így már mint végzett női szabó látogat csak vissza egykori szakiskolájába. A hétvégén 7 országból 70 bort neveztek be a 2. portugéz Zerdo Mondel termelők és borok nemzetközi versenyére. A magyar borvidékek közül is 7 nevezett a versenyre. A portugízer olyan szőlőfajta, amely a svábtelepeseknek köszönhetően az egész közép-európai térségben elterjedt, és nagyon sok helyen érzi jól magát. Könnyű gyümölcsös borként ismerik legtöbben. Egyre több borász kísérletezik vele. A villányi régió pedig a fajta egyik legjobb területe. A megmérettetéssel a gazdák a
szeretnék ösztönözni, hiszen ha minél nagyobb az érdeklődés a kereslet ezen borok iránt, akkor ők is jobban foglalkoznak majd vele, mondja Györfi Zoltán főszervező. Jó lenne, és azt szeretnék ösztönözni a gazdákban is, hogyha látják, hogy van rá érdeklődés, van rá közönség, van rá szakmai bíztatás, akkor talán ők is egyre komolyabban fognak foglalkozni ezzel, és készülnek olyan játékosabb, izgalmasabb, komplexebb borok, amik sokkal többre alkalmasak, mint annál, hogy jelenleg ugye gyakorlatilag ezt egy ilyen egynyári borként ismeri a nagy közönség. Jótékonysági céllal rendeztek futóversenyt Pécsett vasárnap. A rajt a Kossuth téren volt. A Rákóczi Szövetség Pécsi Tudományegyetemen működő helyi szervezetének szervezésében 2,5 kilométeres táv várta a futókat. A Fussa Magyar Tannyelvű Iskolákért jótékonysági futóversenyen befolyt összeget a beiratkozási programra fordítják. Ennek célja, hogy segítse a magyar nyelvű oktatást Kárpát-medencében. A Rákóczi Szövetség először rendezte meg jótékonysági sportversenyét. Most következzenek főbb híreink néhány mondatban. Az időjárás miatt nem szállt fel Pogányból a tiszteletükre szánt hőlégballon. Új állatok és kifutók. 2015 tavaszára megújul a Pécsi Zoo. Aradtak a baranyai szakmunkás tanulók. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégám nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!